megint én ülök, most nem magamat, hanem Vajda Mihály eszéjét fogom felolvasni. Az eszének az a címe, hogy vajon a szegénységről szól-e Borbély Szilárd regénye. Tagadhatatlanul arról is. Ennél fogva mi sem természetesebb, mint hogy a konferencia szervezője a konferenciát Borbély Szilárd emlékének szentelték. Borbély Szilárd maga azonban könyvének borítóján, ahol elmagyarázza, miről is szól a könyv, valami egészen mást mond. A könyv a gyerekkorról és a számfogalom kialakulásáról szól. És hozzáteszi, a számok a formalizálás és az eltávolítás eszközei. Az életet átszövik a számok. De a regény mégiscsak a szegénységről szól. A szegénységről, melyről Decki Sarolta azt írja, mint egy felütésként szép és értő eszéjében, idézet kezdődik, a szegénységnek nincs jó szaga, sőt a szegénység kifejezetten büdös. Fenészes, rothadt, izzadt, zsírszagú, moslékszagú, áporodott, dohos, rosszárszagú, pállott, vérszagú, alkoholbűzös, dohányszagú. A szegénység továbbá nem kellemes látvány, és a szegény ember nem kellemes társaság. A szegénységet szégyelli az ember, hiszen más lesz tőle, mint azok, akiknek telik mindarra, ami élvezetessé teszi az életet. A szegény ember nem élvez, hanem tűr. A szegény embert nem látják szívesen a jó társaságban, az ő gyereke nem hord szép ruhát, és neki mindig az olcsó, a maradék jut. És neki nincs szava, amire odafigyelnének, az ő véleménye nem számít. Ő nem számít. És ez nem élet, nem ez az élet, hanem ez a majdnem semmi, a nincs. Ebből a nincsből csinált irodalmat Borbély Szilárd. Idézett vége. Nos, a regény címe Nincs telenek. Sajnos nem áll már módonban megkérdezni Szilárdot, hogy miként kell érteni ezt a címét. Vajon azokról szól, akiknek, amint azt a nincstelen szó, hogy kifejezően közli velünk, semmiük sincsen, vagy talán azokról, akiknek az élete nem ez a majdnem semmi, ez a nincs, akik jól lehet anyagi értelemben semmivel sem gazdagabbak a falu átlagánál, mégis különböznek a szó köznapi értelemben vett nincstelenektől, mert nincs telenek. Nem tagadom, hogy a Deszki Saroltától idézettek utolsó két mondata olvastán jutott eszembe ez a furcsa, egyes pillanataimban magamnak is frivolnak tűnő elképzelés. A kérdés azonban már a regény olvasásakor is felderengett bennem, hogy vajon a nincstelenek falujáról szól-e a regény, persze arról is vitathatatlanul, vagy a családról, amelyben a kisfiú él. Már majdnem azt mondtam, hogy felnövekszik, amiről szó sincsen, a kisfiú narrátora maga életének csak egy igen rövid időszakát idézi föl, a kicsi születésétől haláláig, majd a faluból való elköltözésükig, ha itt-ott visszaugrik is az időben. Lehet persze a regényt úgy tekinteni, mint ami egy kisgyerek szemével mutatja be a nincstelenek faluját. Borbély Szilárd a könyvben névtelen szülőfaluján, hiszen ez a szerző szülőfaluja, az csak azért merem állítani, mert a már idézett borítón az író állítja, hogy a könyv életrajzi alapú, tehát korlátozott fikció, szögletes zárójelben szerepel a következő. S most, ahogy újra rápillantottam a borító fűre, tűnt fel nekem, pontosabban tudatosodott bennem először a Borbély Szilárd által aláírt szöveg utolsó mondata. Mit jelent a birtoklás, és mit jelent a nincstelenség? Amit persze lehet szó szerint érteni, még akkor is a birtoklásról a regényben alig-alig esik szó. Talán a nagyszülők birtokoltak valamikor valamit, amit azután, nehogy kuláknak minősüljenek, elég szerencsétlen módon elkútyavetyéltek, meg persze a zsidók, legalábbis a munkaszolgálatból hazatért, és a falu zsidóiból egyedüliként megmaradt Mózsi néhai családja. Mit jelent hát a nincstelenség? Mit jelent a nincstelenség azon kívül, amit jelent? Anélkül, hogy jogot formálnék ennek az értelmezésnek egyedül releváns voltára, de hát lehet-e egy regénynek egyedül releváns biztos értelmezése? Semmi sem biztos, az sem, hogy van-e valóság, vagy csak a számok vannak, van-e bármi, amit birtokolunk, sejthetik, ez a három mondat is a fülről való. Higgyék el, olvastam a regényt is, nem csak a fület. Egy hosszú zárója bezárása után jön, azt állítom, a nincstelenség a nincsen, a közös semmin túli létezés, azoknak a létezése, akiket a közös semmi birtoklói kiközösítenek maguk közül, akikre legalábbis verde szemmel néznek, akiket eltávolítanak, ha nem is a számok segítségével.
A nincstelenekhez tartozik a kisfiú, anyagi értelemben a többiekkel épp úgy a semmit birtokló családja, hozzájuk tartoznak a zsidók, akiket végleg eltávolítottak. Ha nem blaszfémia itt ezt a szót használni, azt mondják nekik, hogy kitelepítik őket. Aztán az Erdélyből áttelepült románok. A faluban az egyetlen templom református. Oda mi nem mehettünk, olá bekerültek vagytok, mondják. Oda be ne tegyétek a lábatokat. A huculok, meg persze a cigányok, mindenek előtt a mesiás, aki még a többi cigánynál is megvetettem. Anyám sajnálja mesiást. Mesiás hasonlít hozzánk, nem tartozik sehová. Vajon elegendő-e a homályos román eredet, az apa állítólag a zsidósága, amit ő maga tagad, felesége azonban nagyon is hisz a mendemondában, hogy az apa fiú testvérei is hisznek benne, az természetes, hiszen így talán kitúrhatják fivérüket az örökségből, elegendő-e ahhoz, hogy a család olyan hangsúlyozottan más legyen? Ki a zsidó? Kérdi a nővérem. Az a zsidó, akit mindenki utál. Akit kivetnek maguk közül, csak azért, mert zsidó, mondja anyám, akitől elfogadták a segítséget, de nem tudják megbocsátani, hogy segített, akinek a homlokán csillag van, akit nem fogadnak be, ahogy minket se. Miért vagyunk mi mások, kérdem? Mert nem vagyunk idevalósiak, mondja anyám. Akkor mi zsidók vagyunk? Kérdi a nővérem. Azok leszünk, válaszolja anyám. Az anya unos untalan elhangzó mondata, de mi nem vagyunk parasztok, önmagában érthetetlen lenne, ha nem bontakoznék ki a szemünk előtt, hogy ezen a másságon valami szubstanciálisabbat is kell értenünk, mint az, hogy nem oda valósiak, vagy hogy szegény. A 60-as évek Magyarországában úgyis majd mindenki szegény. Egy Isten háta mögötti faluban biztosan. Valami radikális magatartásbeli különbséget kell értenünk a másságon, amit önmagukra vonatkoztatottan a kisfiú persze nem tud megfogalmazni. Miért vagyunk mi mások? De ha megnézzük, hogy az anya szerint ki a paraszt, majd az, hogy ki a zsidó, akkor előbbre jutunk. Idézetek jönnek. Ezek itt mind parasztok, nem tudnak pazarolni, ahogy álmodni se tudnak. A parasztok ott halnak meg, ahová születtek. Nem tudnak semmit igazságról és a szeretetről, olyanok, mint a növények. Nem tudnak magukkal mit kezdeni. Nekik mindenki zsidó, aki nem ott hal meg, ahol született. Aki el fog menni közülük, azon megérzik, hogy más. Aki nem olyan, mint ők, azon érzik az idegen szagot. Csak a maguk fajtáját viselik el. Aki elmegy, az áruló. Aki másmilyen, az is. És aki más akar lenni, az is. Mindenkit zsidónak tartanak, aki használja az eszét. Aki okosabb náluk, az zsidó. Mindenkit gyűlölnek, aki nem olyan, mint ők. Aki gondolkodik, aki spekulál, aki mást akar, aki egyáltalán valamit akar, akinek csillag van a homlokán. Ezzel szemben a zsidó az, aki nincs sehol. A zsidó az, aki spekulál, akinek nem jó, ami van, amit már megszoktunk. Ahogy szoktuk, úgy nem jó neki. Aki mindig valami mást akar. Az öregek tudják, de még apámék is, hogy a zsidó az, amit nem lehet érteni. A zsidó a lelkiismeret furdalás, és a zsidó a bűntudat, amelyet csak a megvetés enyhíthet. A zsidó még most is itt kísért, pedig már nincs sehol. Idézetek vége. Nem ragozom tovább. A nincstelenek a másságról szól. A másságról a szegénységen belül. Arról, hogy a szegények többsége épp oly kegyetlenül konform, mint bármely más embercsoport többsége. Idézetem, igen. De ez nem biztos. Semmi sem biztos. Az sem, hogy van-e valóság, vagy csak a számok vannak.